Kovászna megyében több mint 1000 árva, illetve gondozásra szoruló gyermeket tartanak nyilván. A megyei tanács a napokban szavazta meg azt a 10 évre szóló fejlesztési stratégiát, amelynek egyik kiemelt pillére a gyermekvédelmi rendszer bővítése. A régi típusú gyermekotthonok átszervezése az év végén lezárult, most új fejezet nyílik a gyermekvédelem területén. Már csak farjaktól hangos az olcami Mikó kastély, amelyben nem is olyan rég még elhelyezési központ működött. Itt éltek ugyanis azok a speciális igényű kiskorúak, akik azért kerültek a gyermekvédelmi rendszerbe, mert családjuk vagy nem tudott, vagy nem akart róluk gondoskodni. A gyerekeket azóta Európai Uniós követelmények alapján családi típusú házakba költöztették, nevelőszülők felügyelete alá. A volt gyermekotthont pedig turisztikai központtá alakítják át. A változással mindenki jól jár. Az átszervezés utolsó fázisa történt most meg, 2021 végén. Átszerveztük a legutolsó olyan gettószerű gyerekotthont is, ahol évtizedekkel ezelőtt több mint 350 gyerek és körülbelül ennyi alkalmazott volt. Most el tudja képzelni, hogy ez rendkívül nehézzé tette, embertelenné tette, vagy a viszonyokat elhidegítette. Ehhez képest nem csak az Európai Uniós követelmények, hanem a saját szakembereink is azt mondják, hogy a legjobb a családi típusú házakban, családi típusú környezetben felnőtt gyerekek élete. Azt reméljük ezektől a megoldásoktól, hogy könnyebb lesz az integráció a társadalomba. Eddig Bodza fordulón és Kézdivásárhelyen épültek 12 fő befogadására alkalmas családi típusú házak, de a megyei tanács elnöke szerint ez csak a kezdet. Mivel egyértelmű, hogy a gyerekek fejlődését jobban szolgálja ez a fajta családias intézmény, az épületek számának növelését tervezik. Ott voltunk tanárok, pedagógusok, pszichológusok, gyógypedagógusok, kinetósok. Mi foglalkoztunk a gyerekekkel napközben reggel 8-tól este 6-ig, és akkor utána pedig visszamentek a hálóba, ahol laktak, ott voltak a nevelők, a konyhások, akik őket rendezték. Becsei Éva pedagógus volt az olcemi speciális jellegű általános iskolában, ahol 12 éven át tanított. Az átszervezés hírére társaival kétségbe estek, mert úgy érezték, hogy az intézetben családias légkört sikerült kialakítani, amit máshol majd nagyon nehéz lesz pótolni. Volt tanítványa, így szinte fogadott gyermekeiként kezelte. A gyermekek most ősszel Kézdivásárhelyre kerültek, családi típusú házakba, nevelők felügyelete alá, de az otthon bezárása óta minden nap beszél velük telefonon. A kezdeti kétségbeesés pedig azóta megszűnt, miután látta, hogy jó körülmények közé kerültek egykori diákjai.